Üdv a 2024 legjobb okos otthon termékei videósorozatomban. Ebben az epizódban az okos zárakról lesz szó, és persze a biztonság és kényelem szempontját sem hanyagolhatjuk el. Két kiemelt okos zárat szeretnék említeni. Nuki. A Nuki az egyik legjobb okos zár, de ami igazán kiemeli ezt az osztrák márkát számomra, az az eszközök ökoszisztémája. Az árak elég jól néznek ki, a Pro változatot feketében is rendelheted. Ezek a negyedik generáció zárak még hosszabb akkumulátoridő élettartamat mondanak 6 hónapos futási idővel, és Matter kompatibilisek. Mielőtt beszélnénk a többi Nuki eszközről, érdemes kiemelni a felhasználói élményt és a funkciókat. Az alkalmazásnak van egy egyszerű telepítési útmutatója, de ha elakadsz, a Nuki támogatása rendkívül gyors és segítőkész. A funkciók terén ellenőrizheted a hozzáférési engedélyeket és virtuális kulcsokat adhatsz, geofencing is rendelkezésre áll, tehát bezárja és kinyitja az ajtót, amikor elmész és visszajössz. Ehhez 3 kritériumnak kell teljesülnie. Elhagyni a geofence-et, ami minimum 100 méter, majd visszatérni, és Bluetooth távolságban lenni. Jó ez a 3-as, de van egy kis hátránya, konkrétan, hogy mindegyiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy ugye működjön. Jó lenne, ha te se lehetne szabni, ugyanis van 2 kutyám, és a kutyasétek során többször ellenőriztem az alkalmazásomban, hogy ugye elhagyom ezt a zónát, de valamiért az alkalmazás nem ismeri fel, vagy lehet, hogy pont a határán mozgok. Tehát a 3 kritérium nem teljesül, és még a zár bezárul, nem nyílik ki automatikusan, amikor visszajövök. Tehát igen, van automatikus zárolás, akár be is állíthatsz egy időt, miután magától bezár, még akkor is, hogyha nem használsz olyan más kiegészítőket, mint ajtónyitás szenzor. De itt elérkeztünk a többi eszközről, mert ezek csak fokozzák az élményt. Ha összekapcsoljuk a Nuki Smart Lockunkat az ajtóérzékelővel, akkor a zárat egy további szintre lehet emelni, és csak akkor zárja be magát, amikor be is van csukva az ajtó. Ezt követően beszerezheted a képet, 2-t vagy a fobot, amik megkönnyítik a belépést, és megszüntetik ezt a geofencing problémát, amit említettem. A képet 2-nek ugye van számpadja is, meg egy új lenyomat érzékelője, mindezt 2 másodpercig kell érinteni, és az ajtó egyből kinyílik. Természetesen programozhatunk több új lenyomatot is, de ha mondjuk az ismerőségnek megadjuk a numerikus kódot, akár időkorláttal is, hogy ne tudjanak mindig jönni. A fobot pedig csak meg kell nyomni egyszer, amikor az ajtó felé sétálsz és kinyitja magát. Persze te se lehet szabni 1 klikkeléssel, meg 2 klikkeléssel, például zárásra és nyitásra. Egy további funkció, ami amúgy jó lenne, szerintem az, hogy ne kelljen konkrétan megnyomni a nyitáshoz, hanem automatikusan történjen, de lehet, hogy biztonsági okokból jobb ez így. Na de nincs még vége, mert van egy one more thing. Beszerezhetsz egy hidat, egy bridget, amellyel bárhonnan vezérelheted a zárat, plusz szerezhetsz egy úgynevezett Nuki Openert is, ami a régi te kaputelefonodat intelligenssé teszi, konkrétan egy next level automatizálási eszközzé varázsolja. Mindegy, hogy lakóházban vagy házban élsz, ezzel a kaputelefonod és a nyitód is vezérelheted. Tuti, előfordult veled, hogy valaki csengetett és futnod kellett válaszolni. Na ennek vége, mivel az Openerrel egyszerűen használhatod a telefonodat, vagy az intelligens eszközeidet, mint tévé vagy tablet. Ezen kívül egy másik király funkciója is van, ami miatt konkrétan instant get meg akartam szerezni az Openert, ez a Ring to Open. Konkrétan nem kell többé kulcs, vagy ilyen RFID tag, egyszerűen csak becsengetsz, és az Opener a bridge-en keresztül és a telefonodon keresztül felismeri, hogy te vagy az, és kinyitja a kaput. Ez annyira menő és megkönnyíti az életet, nem beszélve a távoli irányításról, tehát hogyha megérkezik a takarítód, vagy kézbesítik a csomagodat, te simán beengedheted őket bárhonnan. Van még egy talán overkill termékük, a Nuki Universal Zár Cilinder. Ugye, mivel csak egy technológiai kütyűről van szó, ezért biztonsági okból olyan zárcilinderre van szükség, amit akkor is ki tudsz nyitni, hogyha a másik oldalon bent van a kulcs. Olcsóbb megoldásokat is lehet találni, de a Nuki itt az MNC
vel működött együtt, és ez tényleg a legmagasabb biztonsági osztályú, és EN1303-as tanúsítványával rendelkezik, kapunk 3 kulcsot és egy biztonsági kártyát is. Az ajtódra szabása pedig egészen könnyű, még egy olyan amatőrnek is ment, mint én. A Smart Lock 55.000 forint, a Pro verzió 100.000 forint. Az Openert 45.000 forintért, a Keypad 2-t 55.000-ért, a fobot és az ajtónyitás érzékelőt 25.000 forintért, a Bridget 35.000-ért, a Universal Cylinder pedig 30.000 forintért tudod megvenni. Szerintem annyira menő, hogyha te is így gondolod, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod ezt a videót. Tidi, vagy Tede. Ez egy másik remek lehetőség az okos zárak tekintetében. Kisebb, talán kicsi elegánsabb tervezéssel rendelkezik. Az installáció intuitív, szinkronizálható a fő okoszisztémákkal, és persze létrehozhatunk automatizációkat is. Itt egy zárójeles megjegyzés, hogy a Tidi alapítója Greg egy inspiráló arc, aktív a lengyel startup szénába, és valóban egy nemzetközi globális vállalkozást épít. Jó, vásárolhatunk olyan kiegészítőket is, mint Keypad vagy Smart Bridge. És egy különleges kiegészítő, egy okos relé moduljuk, amit a Bleebox-szal együttműködésben készítettek. Ez például tökéletes megoldás a bejárati kapunkhoz, vagy garázskapunkhoz. Ha bár a telepítéshez lehet, hogy szükséged lesz egy villanyszerelőre, a beállítása és használata teljesen egyszerű, és még iBeacon-ként is, vagy iBeacon-nek is beállíthatod. A Tidi Go 200 dollár, a kevésbé zajos Tidi Pro pedig 440 dollár, a Bleebox Smart Relay pedig 45 dollár. Mit gondolsz ezekről az okos zárakról? Kérek, oszd meg a véleményed, és kezdjünk el beszélgetni, hogy választanád-e bármelyiket, vagy mást, vagy felesleges. De mindezzel elértünk a videó végére, úgyhogy köszönöm, hogy megnézted, és mivel itt vagy még, talán érdemes lehet megnézned a legjobb okos lámpákról és a legjobb okos kamerákról szóló videóimat, de előtte lájkolj, kommentelj, iratkozz fel a csengővel együtt, hogy ne maradj le a sok okos otthonos tartalmamról ebben a szériába. Találkozzunk a következőben, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!